Köszöntöm a nézőket! Egy nagyon régi probléma után járunk ma utána. Ez nem is más, mint a letiltás, illetve az inkasszálás kérdése. Ugye nagyon sokszor találkozunk azokkal a panaszokkal, hogy az adósok jelzik nekünk, hogy az egész pénzüket leemelték a bankszámlájukról, nem tudnak megélni, és hogy nem tudnak mit csinálni, nem tudnak semmit sem vásárolni az adott hónapban, vagy akár 2 hónapon keresztül. Ugye ez az inkasszálás, ez maga ugye a számla, a bankszámla ellen irányul, és a végrehajtók a bankszámlákat terhelik meg, ugye az azon lévő összegeket. És pont Julcsi keresett meg minket egy ilyen üggyel, hogy abszolút ellehetetleníti a végrehajtó ezzel az intézkedésével a életét, és ezért is kérdezzük meg, illetve hogy milyen javaslatunk lesz majd erre az egész inkasszálásra. Ez milyen tartozás eredendően egyébként? Mert úgy tudom, ez egy régi tartozásról van szó. Igen, körülbelül 23 évvel ezelőtt egy személyi kölcsön 800 ezer forint volt. Hát azóta ez már réges-régen elévült, tudomásom szerint, legjobb tudomásom szerint, viszont azt nem tudtam, hogy én nekem ezt külön kérvényeznem kell, hogy kérvényezném az elévülést. Amivel azt nem értem, hogy mondjuk az iskolai végzettségem elévült, ami szintén régen történt, akkor ezt miért kellett még egyszer megismételnem? Tehát így ambivalens a két dolog. Igen, hát ez az elévülés kérdése is Igen. nagyon releváns, és egyébként kétélű, és ezzel is foglalkozni kell, hogy az elévülést újra napirendre kell tenni, és áttárgyalni a végrehajtásokban, hogy ki, mikor, milyen szinten kérheti. Ugye, ahogy te is említetted az előbb, hogy nem volt erről kellőképp tájékoztatásod, nem tudtál jogorvoslattal élni ezzel összefüggésben, és gondolom ezért is lehet az, hogy egy több mint 20 éves tartozást próbálnak rajtad most behajtani, és ugye nem is nagy értékű volt ez a tartozás, azt hiszem 800 nem, ezer 800 forintot ezer vettél forint volt. föl. Ez egy személyi hitel volt, és ráadásul még a végrehajtási eljárás előtt te próbáltál megállapodni a követeléskérővel. Ez felmondásra került, vagy mi történt ezzel a megállapodással? Ezt én mondtam fel, mert megkerestek még egy üggyel kapcsolatban, amelyre a részletes adatokat kértem, és olyan fényképeket küldtek nekem, 3 darab fényképet, akiket én az életben nem láttam, sem az adataikat nem ismertem, és akkor elmentem ügyvédhez, és kértem, kérvényeztem, hogy sem adóstárs, sem kezestárs, semmi nem lehettem, hiszen ezeket a személyeket nem ismerem. Egyébként még ez az ügy mindig függőben van, és még mindig várom ismételten azt a 3 darab fényképet, amit a ZRT ígért nekem ezzel kapcsolatban, hogy majd akkor tisztázzuk, hogy mi is ez. Akkor azóta az még nem is érkezett Igen, meg. azóta sem. Sőt, ez ügyben sem tudok semmilyen papírt bemutatni, hogy 23 vagy 24 évvel ezelőtt ez a személyi kölcsön mi is volt. Tehát erről se kaptam semmilyen papírt ennyi idő alatt. És ugye a végrehajtási eljárás előtt ugye van egy fizetési meghagyási fázis, illetve egy eljárás, ami ugye a közjegyző előtt zajlik le. Ugye rendszerint ennél az ügynél is nem is olyan régen, egy 2023 év végén vagy 2024 elején zajlott le ez a fizetési meghagyás. Ez ellen ellent mondtál, hogy mi történt ott, perre alakult ez a ügy? 23-24 elején? Igen, hát ez a fizetési meghagyás a közjegyzőnél, amikor lehet ellent mondani. Igen, én akkor nem mondtam ellent, úgy gondoltam, hogy ennyi éven keresztül engem békén hagytak meg itt. Szóval az egészet nem vettem igazából komolyan, de egy hónap leforgása alatt már megtörtént az inkasszó. Tehát olyan gyors ütemre váltottak, és amit észrevettem, hogy az összegek, tehát a számösszegek sem feleltek meg annak, mint az adott előtte lévő papírokon szerepelt. És ez bennem gyanút keltett. Igen, ezt ahogy én is az előbb néztem, amely mindjárt a számadatokra még visszatérünk, hogy ugye amikor elkezdődött a végrehajtási járás, rögtön inkasszót helyeztek a számládra, Igen. meg ugye letiltják is a bevételedből ezt a az összeget. A 33%-ot plusz 33%. még az inkasszó a bankszámláról. Igen, ez szóval hogyan érintett téged akkor? Gondolom le is nullázódtál hát teljes teljesen, mértékben ez az egyik, a másik meg az emberi mi voltomban aláztak meg, mert
Én úgy gondolom, hogy ez a totális ellehetetlenítés. Ugye Orbán Viktor miniszterelnökünknek volt egy olyan kijelentése, hogy nem hagyunk senkit az utcán. Valamihez hasonló fogalmazása. Természetesen én is egészségügyben dolgozom jelenleg is, és az empátia az a minimum, tehát hogy bárhová mentem, vagy a bíróságra, vagy az önkormányzatra, vagy a végrehajtóhoz, és elmondtam, hogy teljes mértékben ellehetetlenítettek, holott én dolgozom, és sehol nem kaptam semmilyen segítséget. Viszont, ha meg megnézzük a börtönben, meg az én napi kóta mennyi, megkapják a fogorvosi ellátást, mindent megkapnak hidegben, melegben, biztosított az élelmiszerük. Én, aki aktív dolgozó vagyok, úgy büntetnek, hogy teljesen lekaszálják, leinkasszózzák a fizetésemet. És mivel kétszeri inkasszó lehet egy évben, az négy tárgyhónapot, négy havi tárgyhónapot érint. Tehát ez gyakorlatilag azzal elég, hogy kimegyek és kéregetek az utcán, pedig dolgozom. Sőt, nem is egyszerű munkahelyed van. Igen. Az egészségügyben, már elég régóta tevékenykedsz, azért is vérlázító, hogy tényleg nincsen semmilyen empátia meg kibúvó a végrehajtó eljárások alól, de szerencsére van segítséged. Igen, ugye, a két gyermekem támogat. Hogy ilyen szerencsésebb helyzetben vagy, de hogy ugye említettük is, hogy a két iratlan ugye nem egyformák ezek a számadatok, ezeket ugye majd mutatni is fogjuk. Itt van egy 2021-es február 18-ai irat, ezen a tőke kicsivel több mint 700 ezer forint, 726.197, és a kamat 2.223.000. Na ugye ez is azt mutatja, hogy az eddigi követeléskezelési tevékenység nem másra ment ki, mint a kamat göngyölítésre, hogy minél több összeget ugye az inkasszóval, vagy a letiltással minél hamarabb be tudjanak szedni, és minél magasabb legyen a bevétel a követeléskezelőknek. Hogy van egy ilyen dokumentumunk, ahol a tőke ugye 1 millió alatti, a kamat 2 millió feletti, és ezzel ellentétben pedig a végrehajtói dokumentum, itt van egy foglalási jegyzőkönyv, azon pedig ugyanez a követelés kezelő egyazon tartozás miatt már a tőke összeg az megközelíti a 3 millió forintot, 2.981.530 forint, és a kamata, a tőke kamata pedig 680 ezer. És hát az én, és így az egész tartozás már több mint 4 millió forintra tesz ki, ez a 4 millió 284 ezer, és ez egy 800 ezer forintos tartozás volt ugye az elmondás alapján, hogy már ez felháborító, és véleményünk szerint, meg a papírok tanúsága alapján a végrehajtó, vagy valaki az eljárások folyamán a tőke és a kamat összegét felcserélhette. Mert ez nagyon furcsa egybeesés, hogy pont hasonló számokról beszélhetünk, és pont fordítva vannak. Ez azért is felháborító, mert ugye, hogyha a tőke összege minél nagyobb, akkor a kamat az annál nagyobb lesz rajta, és egyre nehezebb lesz majd ugye megtéríteni ezt az összeget. És véleményem szerint ez ellen majd jogorvoslattal kellene élni mindenféleképpen, hogy ez a téves információ, ami akár egy elég súlyos joghátrányt is okozhat neked, Gyulcsi. Köszönjük szépen a bátorságodat, és hogy megkerestél a problémáddal, ezzel is rávilágítottál a te egyedi eseteddel, hogy igenis a végrehajtási törvény az abszolút embertelen és kifogásolható, és módosításért kiállt. Ugye ez meg, hogy véleményünk szerint itt egy hiba csúszhatott a dokumentumokba és a számadatokba, ez pedig azt mutatja, hogy a végrehajtóknak a rendszere is hibás, maga az eljárás folyamán is. A Mi Hazánk Mozgalom határozott álláspontja, hogy fel kell számolni a jelenleg uralkodó végrehajtó maffiát, meg kell szüntetni az ilyen hibákat, és felelősségre kell vonni az ilyen végrehajtókat, illetve a letiltás és az inkasztálást pedig mielőbb meg kell reformálni, már csak azért is, mert nagyon sok európai országban sokkal emberségesebb, és mondjuk Görögországban nem is tilthatnak, meg nem is inkasztálhatnak nyugdíjasoktól végrehajtás eljárás keretén belül. Véleményem szerint az inkasztálást nagyon szűk körben lehetne
csak alkalmazni, vagy akár meg is kellene szüntetni az eljárások folyamán, mivel nagyon sok családnak ezzel olyan vagyoni hátrányt és olyan életbeli nehézséget okoznak, ami az emberiességgel abszolút összeegyezhetetlen, és a letiltásnak a mértékét is, a letiltás alóli mentes részt is mielőbb meg kell növelni. Ennek érdekében, mind a két végrehajtási cselekmény érdekében már a Mi Hazánk Mozgalom törvénymódosító javaslattal élt az Országház irányába, csak ezt az igazságügyi bizottsági ülésen sajnos leszavazták, de bízom abban, hogy a folyamatos nyomásgyakorlásnak köszönhetően ezeket a javaslatainkat az országgyűlés falain belül fogják majd tárgyalni.